Ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a lépcsőfoktanoda a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Ruhaipari Középiskolájában. Bár Szolnokon ez a negyedik működő tanoda, középiskolásokat megszólító programjait országos szinten is első között tartják számon. A projekt 30 hátrányos helyzetű középiskolás tanulónak nyújt színes programokat és felzárkózási lehetőséget. Alapvetően a tanoda ugye a tanulásról szól, de ahhoz, hogy sikeresek legyenek a gyerekek a középiskolában, szükséges tanulástechnikát tanítani számukra, szükséges pályaszocializációval megismertetni a szakmát velük, és nagyon fontos, hogy mindezt egy olyan családias környezetbe tegyék, ahol örömmel tudnak tanulni. Szabó István alpolgármester ünnepi megnyitója után Kalmár Andrea, a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum főigazgatója beszélt az iskola érdemes tanulójáért alapítvány megalakulásáról és a tanoda projekt fontosságáról. Az ünnepséget a tanoda tanulóinak műsora színesítette. Fog kézen, ha bárhol játszom, vagy hozzád indulva öltözöm, de ahogy tenném ezt párszor, máshova vinne az ösztönöm. Legyél mindig biztató társam, ha látod, magányos vagyok, benned az ölelő anyát lássam, ha rólam vitáznak a nagyok. A programok főhelyszíne a megnyitónak helyet adó Riszi, valamint kisebb részben a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Sípos Orbán szakképző iskolája és kollégiuma. A projektet 2 évig támogatja a pályázat, de remélik, hogy utána normatív jelleggel tovább folytathatják a tanoda működését, és több csoportot is kialakíthatnak.